Segítség a rászorulóknak. Jól halad a szociális tűzifa program Észak-Kelet-Magyarországon. A Nyírerdő ZRT-től 477 millió forint értékben rendeltek tűzifát a megyéből. Fejlesztések Vásárosnaményban. Egy kormányzati támogatással felújított önkormányzati utcát adtak át, valamint egy faipari terméket gyártó cégcsoport üzemet nyitott a városban. Jövő évi tervek. 3 milliárd forint értékű uniós támogatású fejlesztés kezdődhet el 2017-ben Nagykállóban. Folytatódhat a leromlott területek rehabilitációja. Jól halad a szociális tűzifa program Észak-Kelet-Magyarországon. A Kölcsei Televízió híradóját látják. Köszöntöm Önöket! A Nyírerdő ZRT-től 477 millió forint értékben összesen 25.800 köbméter tűzifát rendeltek Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéből. Ez 180 településnek elég. Idén 3 milliárd forint értékben osztanak tüzelő anyagot országszerte. Leveleken már kiosztották a szociális tűzifát, ez a megmaradt mennyiség a januári krízis helyzetre lesz majd elég. A település a program indulásától kezdve minden évben pályázik a támogatásra, eddig több mint 300 köbméter fát vásárolhattak, idén viszont csak 209 köbmétert a Nyírerdő ZRT Baktalórendházi erdészetéből. Az önkormányzat a belügyminisztériumtól 3,6 millió forintos szociális támogatást is kapott. Ebben az évben a képviselőtestület úgy döntött, hogy mivel nagyon alacsony a kiosztható tűzifa mennyisége, ezért azoknak, akik lakásfenntartásival rendelkeznek, pénzbeli támogatást adott, azoknak pedig, akik nem rendelkeznek lakásfenntartásival, viszont 80 évesek elmúltak, illetve az önkormányzatnak közfoglalkoztatásban vannak, ők kapnak a szociális tűzifából. Ezzel az eszközzel mérték ki a leveleki családoknak az 1-1 köbméternyi tüzelőanyagot. Ez a mennyiség egy helyiséget körülbelül 2 hétig tud melegen tartani. Összesen 210 család kapott tűzifát a településen, de az anyagi támogatással együtt 400 családnak tudott segíteni az önkormányzat idén decemberben. A 20.000 forintos családonkénti hozzájárulásból helyben tudtak fát vásárolni a községben élők. Saját erdejéből több mint 100 köbméter tűzifát vágtunk ki, és az a 100 köbméter tűzifa adta a lehetőséget arra, hogy akik pénzbeli támogatást kaptak, azok fát tudjanak vásárolni. Az önkormányzat ezt meg is tette, méghozzá úgy, hogy 20.000 forint alatt tartotta az 1 köbméter tűzifának az árát, egészen pontosan bruttó 19.050 forintért adtunk 1 köbméter tűzifát, hogy abból a támogatásból, amit téli közfoglalkoztatás alatt kapnak a lakásfenntartásival rendelkezők, meg tudják venni legalább az 1 köbméter tűzifát. Országos szinten 2289 település kapott tüzelőanyag vásárlásra támogatást ebben az évben. Erre összesen 3 milliárd forintos forrást biztosított a belügyminisztérium. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 180 település a Nyírerdő ZRT-től vásárolt tüzelőanyagot, 25.800 köbmétert, több mint 477 millió forint értékben, ez meghaladja az országos keret 1/6-át. A pályázat kiírása szerint a településeknek legkésőbb február 15-ig kell megkapniuk ezt a mennyiséget, december közepéig már 11.500 köbmétert kiszállítottak. Eredményes évet zárt 2016-ban Vásárosnamény, mondta el a Beregi Város polgármestere televíziónknak. Philip Sándor a nagyobb beruházások között egy kormányzati támogatással felújított önkormányzati utca átadását és faipari terméket gyártó svájci Swisso Krono cégcsoport új faipari üzemének beindítását nevezte. Az önkormányzat emellett több pályázatot is benyújtott, így a tervek között kerékpárút építés és a leromlott állapotú városrészek megújítása egyaránt szerepel. Több mint 100 munkahelyet létesített a svájci családi tulajdonban lévő faipari vállalkozás a 30 milliárd forintért felépített új vásárosnaményi gyárában. A termelő egység évente 300.000 köbméternyi OSB lapot fog gyártani, ezzel a cégcsoport össztermelési mennyisége az eddigi körülbelül 1,5 millió köbméterről 1/5-ével bővül. Az egykori faforgáslapgyár területén megvalósított fejlesztéshez több milliárd forintos visszanemtérítendő támogatást kapott a társaság. Kiemelt beruházása volt a városnak a Swisso Krono új gyárának a megépítése.
A város ebben úgy vett részt, hogy figyeltük a munkát, ott voltunk, amikor meghívottként járhattuk be az üzemet, illetve ott voltunk akkor, amikor segítségre volt szükség. Én kiemelném a megyei kormányhivatalnak a segítségét is, hiszen egy kiemelt beruházást nagyon korrekt módon kezeltek. Ennek tükrében ebben az elmúlt hónapban, novemberben került átadásra a gyár. 120 főt foglalkoztat egy 30 milliárdos beruházással, egy 40 éves múltra visszatekintő gyár, amely megújult és egy modern technikával USB lapokat gyárt. Az önkormányzat kormányzati támogatással minimális önerőből egy belterületi utcát is felújított. A város költségvetésével kapcsolatban Filip Sándor elmondta, a büdzsét idén egy 80 millió forintos pénzvisszafizetés terhelte. A kieső összeget jövőre remélhetőleg az iparűzési adóbevétel kompenzálja. Hozzátette, emellett a város számos pályázatot nyújtott be idén, 2017-ben például kerékpárút építés is kezdődhet. Kisvarsány és Vásárosnemény összekötésre kerülne egy kerékpárúttal. Ez a munkába járás kapcsán nagyon fontos lenne. Másrészt pedig a turizmus és a kerékpár az elválaszolhatlan egymástól, és ez a térség gyakorlatilag ezen a kis szakasszal most már bekapcsolódhatna a teljes kerékpárút hálózat a városnak. Vásárosnemény ezentúl pályázatot nyújtott be az úgynevezett Zöld Város programra és az Ötfös Kúria felújítására. Nyertes pályázat esetén jövőre elkezdődhet a leromlott városi területek rehabilitációját célzó projekt is. 3 milliárd forint értékű uniós támogatású fejlesztés kezdődhet el 2017-ben Nagykállóban. Folytatódhat a leromlott területek rehabilitációja. A régi helyén új, többfunkciós térségi rendezvénycentrum épülhet fel, amire 500 milliót költenének. Valamint a kerékpár utak építése is folytatódik 2017-ben Napkor irányába. 2016-ban állami költségvetésből újult meg a 49-12-es út Nagykállót érintő szakasza, úgy, ahogyan ez az utca is. A Mártírok útján decemberben már csak ez a 3 km hosszú térköves járdaépítés maradt. A beruházás költségeinek egy részét, az állami támogatást kiegészítve, a helyi önkormányzat vállalta fel. A közfoglalkoztatottak járdát építettek és terepet rendeztek ezen a területen. Nagykállóban a kisebb önerős útkorszerűsítések mellett 2016-ban ez az óvoda újult meg, az intézmény tetőszerkezetét 40 millió forintból cserélték, de energetikai beruházásokat is terveznek 2017-ben. A belterületi bel- és csapadékvízvédelmi fejlesztések folytatódnak uniós forrásból. Nagykálló pályázott a leromlott városi területek rehabilitációjának harmadik ütemére is. A egyik városrészünknek, amit már 2010-ben adtunk át, annak a rehabilitációját, annak lenne a tovább fejlesztett verziója, úgymond. Ott van egy közösségi házunk, azt még több funkcióval látnánk el, a szegregált területeket még tovább csökkentenénk. A lakhatási feltételeket próbálnánk megjavítani ott élő sok gyermekes családoknak. Erre több szakmai elképzelésünk van. Ennek egyik alapillére az, amit már megvalósítottunk, másik pedig az, hogy szintén közvetlen brüsszeli forrásból finanszírozott projektekben vettünk részt, ami úgynevezett Romanet programban kettőbe is, ami ezeket a feltételeknek a legracionálisabb, a legeredményesebb változásait tanulmányozta. Ezt az épületet a jelenlegi közösségi házat lebontják, és helyére egy új térségi rendezvényközpont épülhet fel 500 milliárd forintból. Nagykállóban ugyanis nincs egy nagy létszámú rendezvény megtartására alkalmas közösségi épület, ezt a hiányt szeretnék pótolni. Arra törekszünk mi is, és a tervezők is, hogy minél többféle módon lehessen használni. Ez a használhatóság és a működtetés szempontjából fontos. Úgy nevezzük, hogy többfunkciós, hogy ugye az év minden napján lehetőség legyen arra, hogy kihasználtsága az jó legyen, és komoly pénzeket költünk erre. Erre az épületre kb. 500 millió forintot költenénk. Ennek a programnak van még két másik eleme, egy kis sétánynak az építése, itt szintén a belvárosban, valamint a strandunkon szeretnénk még fejleszteni. A parkolási feltételeken is szeretne javítani a város, ezért újabb parkolók épülhetnek. A fenntartható települési közlekedés fejlesztésben pedig a kerékpárutak negyedik üteme indulhat el, Nagykálló és Napkor között épülhet kerékpárút.
A szilveszter éjszakai petárdázások és tűzijátékok következtében minden évben több mint 20 otthonról elkóborolt kutya kerül az Állatbarát Alapítvány telephelyére Nyíregyházán. A részletekről hamarosan, előtte nézzük a híradó további témáit. Félévesek lettek a nyíregyházi kispanda ikrek. Aki ellátogat a nyíregyházi állatparkba, szinte test közelből láthatja az egész kispanda családot, hiszen csupán egy üvegfal választja el a park vendégeit az állatoktól. Az ND2-es tabella 5. helyén tölti a téli szünetet a kisvárdai labdarúgó csapat. Révész Attila együttese két fordulóval az őszi zárás előtt még feljutó helyen állt, azonban két utolsó meccsén nem szerzett pontot. A szilveszter éjszakai petárdázások és tűzijátékok következtében minden évben több mint 20 otthonról elkóborolt kutya kerül az Állatbarát Alapítvány telephelyére Nyíregyházán. Az alapítvány munkatársai 24 órás ügyeletet tartanak és segítenek a bajba jutott állatokon. Azonban ha tudják, hogy kedvencük fél a különböző hanghatásoktól, jobb, ha még az új év előtti napon biztonságos helyre bezárják. Minden évben már általánosan elmondható, hogy a felhívások ellenére sem elég körültekintőek az állattartók szilveszter éjszaka. Így a petárdázásokat és a tűzijátékokat követően nagyon sok állat kiszökik otthonról és nem talál haza. Az Állatbarát Alapítvány menhelyére az évnek ebben az időszakában több mint 20 kutya kerül be, azonban kétszer ennyi gazdi keresi telefonon elcsatangolt kedvencét. Az alapítvány munkatársai szilveszterkor 24 órás ügyeletet tartanak. Tapasztalataink alapján szilveszterkor nem túl sok bejelentés érkezik eltűnt kedvencről, valamint utcán kóborló kutyusokról, ugyanis a gazdik új év első napján értesülnek arról, hogy eltűnt kedvencük. Ilyenkor nagy segítség számunkra, hogyha a kutyusokat ellátják nyakörvel, valamint bilétel, valamint a gazdi telefonszáma megtalálható, így könnyebben értesítjük, és szinte azonnal haza tudjuk szállítani a kutyusokat megtalálásukkor. Ha tudjuk, hogy kedvencünk bármilyen erősebb hanghatására érzékenyen reagál, óvintézkedésként jobb, ha még az új év előtti nap egy biztonságos helyre bezárjuk. Amennyiben otthon töltjük a szilvesztert, akkor az esti etetés és az utolsó séta időpontját úgy válasszuk meg, hogy megelőzzük a durroktatás kezdetét, az éjfél körüli kritikus órákat pedig, ha tehetjük, töltsük együtt az állattal. Ha ebünk nagyon ijedős, ideges természetű, és úgy véljük szavakkal nem tudjuk majd megnyugtatni, forduljunk még az ünnep előtt állatorvoshoz. Egyes kutyák természetesen nagyon érzékenyen reagálhatnak az ünnepek környéki hanghatásokra, ilyenkor szükség van nyugtatásra. Erre többféle készítmény elérhető, itt a teljesen biztonságos gyógynövénytartalmú kivonatoktól kezdve a komolyabb nyugtatószerekig. Utóbbiakról annyit mondanék el, hogy érdemes azért állatorvossal felvenni a kapcsolatot ez ügyben. Ne nyúljunk a házi patikából semmilyen olyan készítményhez, amiről nem tudjuk biztosan, hogy milyen hatással van állatunkra. Állatorvosi jó tanács még kutyatartóknak a szilveszteri időszakra, hogy veszély esetén a kutyusok a falka vezérviselkedéséről vesznek mintát. Így, ha a gazdi nyugodt, a kutya sem esik olyan könnyen pánikba. Félévesek lettek a nyíregyházi kispanda ikrek. Aki ellátogat a nyíregyházi állatparkba, szinte test közelből láthatja az egész kispanda családot, hiszen csupán egy üvegfal választja el a park vendégeit az állatoktól. A kölykök néhány hónap alatt akkorát nőttek, hogy bizony csak avatott szemek tudják őket megkülönböztetni szüleiktől. Ezek a felvételek nyáron készültek, itt még csupán 5 hetesek a nyíregyházi állatpark kispanda ikrei. Mivel rendkívül stresszérzékenyek voltak, csupán pár percre egy állatorvosi vizsgálat erejéig vették ki akkor gondozóik odójukból a két csöpséget. A kispanda szülők 2 éve élnek együtt Sóstófürdőn az Európai Fajmegőrzési Program keretében. Az apróságok világra jötte, azért is volt szenzáció, mert fogságban nagyon ritkán szaporodnak ezek a macska-medvefélék családjába tartozó állatok. Jelenleg Európában alig 250 kispanda él állatkertekben. Az anyaállat eleinte szinte egész nap kölykeivel volt, aztán egyre többször hagyta el az odút, de folyamatosan visszajárt hozzájuk, és gyakran a szájában hordozta az apróságokat.
A kölykök szürke bundája napról napra vörös színűre változott, s olyan gyorsasággal cseperedtek, hogy most fél évesen alig lehet megkülönböztetni őket szüleiktől. Aki ellátogat a nyíregyházi állatparkba így a hűvösebb időben is, igazán aktív családdal találkozhat, hiszen a kispandáink igazán elemükben érzik magukat. Ők akár 4000 méter magasságban is előfordulnak, úgyhogy számukra ez a hideg időjárás nem jelent problémát. És még nyáron folyamatosan leskelődni kellett a kispanda ikrek után, most már fél évesen nagyon aktív életet élnek, folyamatosan mászkálnak és játszadoznak a kifutójukban, és csupán avatott szemek láthatják, hogy melyik az ivarirettállat és melyik a kölyök. Az óriás pandák a világ kedvencei, de legalább ugyanolyan aranyosak névrokonaik, a vörös macskamedvék, akiket kispandának is neveznek. A panda név a 19. században csak a vörös macskamedve neve volt. A kispanda név az óriás pandától való megkülönböztetésre szolgál, amelyet később ismertek meg, és szintén pandának neveztek el. A vörös macskamedve elnevezés az állat medvére emlékeztető külsejére utal, ráadásul ugyanolyan jól mászik fára, illetve nyalogatja magát tisztára, mint a macska. Az NB2-es tabella 5. helyén tölti a téli szünetet a kisvárdai labdarúgó csapat. Révész Attila együttese két fordulóval az őszi zárás előtt még feljutó helyen állt, azonban két utolsó meccsén nem szerzett pontot. A felkészülést január 9-én kezdik a várdaiak, akik a hónap végén törökországi edzőtáborba utaznak. Alaposan átalakított kerettel vágott neki az őszi szezonnak a kisvárdai futballcsapat, amelytől nyáron 13 játékos távozott, helyükre pedig 10 érkeztek a kezdés előtt. Hivatalosan az első 8 hely valamelyikének megszerzését tűzte ki a klub vezetése, de a szurkolók jobb szereplést vártak az előző bajnokságban 4. helyen végző kedvencektől. A szezon elején szerda-szombat ritmusban játszottak a csapatok, és a Kisvárda az augusztusi 7 meccset követően az 5. helyen állt a tabellán. A folytatásban sorra jöttek a győzelmek, amelyek eredményeként a 12. fordulót követően az élre állt Révész Attila együttese. Két fordulóval az őszi zárás előtt még másodikok voltak Gosztonyiék, a Balmazújváros és a Budaörs elleni hazai vereség viszont azt jelentette, hogy 10 győzelemmel, 5 döntetlennel és 5 vereséggel az 5. helyen telel az egész mezőnyben a legjobb idegenbeli mutatóval rendelkező Kisvárda. Az utolsó két meccs volt a szezonnak a legfájóbb pillanata. A Balmazújváros ellen még azt mondom, hogy bele is fér, nagyon jól játszottunk, rengeteg lehetőséget alakítottunk ki, sőt, 10 emberrel is többek voltunk, ennek ellenére fájdalmas vereséget szenvedtünk, és talán ennek hatására is, illetve a hosszú szezon következményeként a Budaörs ellen már korán sem volt olyan koncentrált a csapat. Próbáltunk egész héten mindent megtenni, hogy ne legyen leülve a társaság, ezek szerint nem sikerült. És az a 3-1-es pofon teljes mértékben kihatott az egész szezonra, mert egyébként egy nagyon szép 2016-os évünk lett volna, ha ez a meccs a naptárból kikerülne. Ezzel együtt én úgy gondolom, hogy ennek is segíteni kell a későbbi fejlődésünket. A klubunknak azért úgy gondolom, most már van egy olyan alapja, amelyre lehet építkezni, és a további célokat azért ennek az évnek az ismereti alapján fogjuk meghatározni. A csapat középpályása Fodor András is sajnálja a bajnokság végén elveszett pontokat, de reményei szerint tavasszal pótolni tudják majd azokat. Nagyon hosszú volt ez a szezon, mindenkinek, vezetőségnek, csapatból szerintem mindenkinek nagyon fárasztó volt, a végét egy kicsit elszúrtuk, de ebből nincsen tragédia, hiszen 4 pontra vagyunk az első helytől, tavasszal megpróbáljuk majd ezt a 4 pontot ledolgozni és a feljutásért harcolni. Voltak jobb meccseink, rosszabb meccseink, a Balmazit azt tényleg nekünk azt nagyon meg kellett volna nyerni a helyzetek alapján, de a Budaörsi az utolsó, az nagyon fájó számunkra, hiszen azt mindenképpen szerettük volna megnyerni, így alakult, aztán majd tavasszal javítunk. A kisvárdai csapat január 9-én kezdi el a felkészülést. A programban 9 edzőmeccs szerepel, amelyek közül 4-et a január 26-ától február 4-ig tartó törökországi edzőtáborban játszanak majd le Rajciék. Éradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer néhány mondatban. Jól halad a szociális tűzifa program Észak-Kelet-Magyarországon. A Nyírerdő ZRT-től 477 millió forint értékben összesen 25.800 köbméter tűzifát rendeltek Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéből. Ez 180 településnek elég.
Idén 3 milliárd forint értékben osztanak tüzelőanyagot országszerte. Eredményes évet zárt 2016-ban Vásárosnemény, mondta el a Beregi Város polgármestere televíziónknak. Filip Sándor a nagyobb beruházások között egy kormányzati támogatással felújított önkormányzati utca átadását és egy svájci Swiss Krono cégcsoport új faipari üzemének beindítását nevezte. 3 milliárd forint értékű uniós támogatású fejlesztés kezdődhet el 2017-ben Nagykállóban. Folytatódhat a leromlott területek rehabilitációja. A régi helyén új, többfunkciós térségi rendezvénycentrum épülhet fel, amire 500 milliót költenének, valamint a kerékpár utak építése is folytatódik 2017-ben Napkor irányába. A Kölcsei Televízió híradóját látták december 30-án pénteken. Friss hírekkel legközelebb már az új évben hétfő este várjuk Önöket, szombaton és vasárnap pedig heti hírösszefoglalónkat, a Krónikát láthatják. Köszönöm szépen a figyelmüket, viszontlátásra!